köztudott és közismert, hogy kékszőlőfeldolgozását tekintve vörösborokat, hogyha kóstolunk, vörösborokból csak a száraz, a minőségi vörösbor, vörösborokból nem szoktunk édes, félédes borokat készíteni. Ha készítünk is, az a fogyasztói réteg, illetve a fogyasztói igények kielégítése céljából történik. Igazából a kékszőlőből nem tudunk, nem is szoktunk 23-24 mustfokkal szüretelni, hiszen minimum ennyivel kellene szüretelnünk, ilyen magas cukortartalommal kellene szüretelnünk ezeket a kékszőlőket ahhoz, hogy legyen bennük annyi maradék cukortartalom, hogy majd az a félszáraz, félédes és az édes bor kategóriáját kielégítse. Az ország déli területén található borvidékek közül talán a legismertebb Villány, ahol nagyon finom, nagyon testes, nagyon telt színanyagban, tanninokban gazdag vörösborokat kóstolhatunk. Ez a borvidék éghajlatát tekintve, illetve az itt termelt vörösborok minőségét tekintve felveheti a versenyt a déli, déleurópai országokkal, mint Spanyolország, Portugália, vagy pedig Olaszországban termelt vörösborokkal. Négy vörösbort fogunk bemutatni, az első az egy Villány Portugízer nevű bor. Ennek mi az eredetnek a névnek, mit tud lehet erről tudni? Illetve mi ez ajánlat, hogy ígyuk, stb. Stb. Azt mondja a helyi történelem, hogy a törökök ellen menekülő rácok települtek be először Villánynak, akik bort készítettek, de már előtte a rómaiak is, előtte általában a kelták is, tehát mindig egy borvidék volt ez a Szársomlyó hegység. A 18. század közepén nagyon sok sváb család érkezett, 850 sváb család érkezett, mai híres borászok család alapítói közt is vannak néhányan, és hozták magukkal ezt a Blauer Portugízért, vagy kékoportót, vagy portugizinek is hívják. Most már az európai szabvány szerint portugizernek kell hívnunk. Tulajdonképpen mi még annak idején kékoportóként kezeltük. Nagyon korán érő, nagyon szapora, nagyon kellemes gyümölcs ízvilágot, mindennapó ivóborokat adó, nem túl magas alkohollal, de nagyon gyümölcsös, jellemzően délies bort adó, ezt a úgymond mediterrán bort adó szőlőfajta. Ezt fogjuk majd nem sokára megkóstolni. Általában ezt a bort 1-2 éves koráig azért illik elfogyasztani, bár vannak olyan próbálkozások, hogy későbbig is elteszik, és akkor is ad jó bor, de ez 1-2 éves korában mindennapok jó borát adó villányi bor. Tehát a portugízer, kékoportó, mint szőlőfajta nézzük meg. Nem túl nagyon mély színintenzitású, de olyan szép gránátalma belsőre emlékeztető mély bíbor szín. A szélein az úgynevezett viola virág vagy ibolyára emlékeztető szín, ami azt sejteti, hogy ez nem egy túl nagy cserzőanyagtartalmú fiatal bor, ami reméljük, hogy ivásra serkent és ivásra ad okot. Illatában. Mondom, mint az orgona. Megy. Orgona, nem? Inkább megy. Tényleg ilyen vörös vagy kékszínű virágokra emlékeztető jelleg. Nagyon üde illatom. Talán még a muskátlőre is emlékeztet.
savai nem túl erőteljesek, viszont meglepően magas az alkoholtartalma, ami azt jelenti, hogy ha megnézzük, 12 fél, tehát egy jó érésben levő szőlőből elkészült, jól elkapott. 12-es alkoholfokú bor az már abszolút védett, mert abban már általában test is van, viszkozitás van, cserzőanyag is van, az már egy védett bor. Uh-huh. Ez alatt, hát a 10-11 fok alatt nem garantált, hogy a bor sokáig meg tudja tartani önmagát. Soproni borvidékről, ha beszélünk, mindenkinek elsősorban talán az a szó, illetve szópárosítás jut eszébe, hogy soproni kékfrankos. Tény, igen, a legészakibb bor területünk, borvidékünk, amely a leghűvösebb, a legcsapadékosabb borvidék. Logikusan azt gondolnánk, hogy igazából nem is alkalmas minőségű jó borok készítésére, illetve a szőlő termesztésére, azonban ezt nagyon sok jó borász, illetve bor megcáfolta már. Következő borunk egy soproni, kékfrankos, Jan pincészet bora, egy 2006-os. Mit kell tudnunk a pincéről, illetve az úrról, aki készíti ezeket a borokat? Hát magáról a Sopronról azt kell tudnunk, hogy a leghűségesebb városunk. Az Alpok alján, a valamikori Nagy Magyarország hármas borvidékén, ami Pozsony, Sopron és Ruszt környékéről származó borokat foglalja össze. Érdekes módon fehér borokat is, édes nemes borokat és vörös borokat származtathatunk innen. A kék szőlőből származó borok, a kékfrankos a legjellemzőbb. Most a kékfrankosnak a nevét ne firtassuk, hogy a Napóleon által megszállt hadseregek kékfrankjáért vett szőlőből készült bor, vagy a poncichterek által, nagyon sok magyarázat van. Az a lényeg, hogy egy nagyon jellemző, bőtermű, viszonylag vastaghéjú, szép kékszőlő, ami, hogyha vissza van maga a termesztése, termés átlaga fogva, tehát vissza van mércve, akkor nagyon szép borokat tud produkálni. Itt hál' Istennek a fertőtó nap visszaadásának és az ottani déli lejtők adottságainak köszönhetően fantasztikusan szép borokat kapunk innen erről a elméletileg a Magyarország leghűvösebb bortermelő vidékéről származó borvidékről, ahol egyáltalán nem érezni azt, hogy hűvösek a borok. Uh-huh. Kellemesek, szépek, gazdagok, jók tudnak lenni. Hát Jandl úr talán az elsők között volt, aki Magyarországon a privát szférába be tudott törni a palackozott boraival. Nála is a kékfrankos és a egyéb fajtáknak a tiszta, jól kezelt változatait produkálja a pincekben. Színintenzitásában majdnem lilás jellegű, tehát nagyon friss üdebornak tűnik. A szélein már kékes jelleg, ami azt jelenti, ez még egy fiatal bor. Egy fiatal bor fel tudja menni a versenyt egyébként, ami nagyon idősebb borokkal, vagy nem is érdemes ezt? Vannak olyan jellegű borok, mint például a portugízer, amin azt kell mondani, hogy fiatal korában kell meginni, mert gyorsan érik. Uh-huh. Viszont vannak a kékfrankos, a cabernék, a Syrah, olyan fajták, amik lassabban érik el azt a lebomlási folyamatot, uh-huh, azt az ízvilágot, amit már életbornak hívunk. A kékfrankos is, ha ilyen sűrű, mert ez egy nagyon sűrű kékfrankos, amit most fogunk kóstolni, ennek még
van 5-6 éve, ami bizonyos szempontból nagyon jó, mert 5-6 év múlva is jó kóstolható lesz. Viszont most még a termelő számára nem annyira előnyös, hogy el kell adnia, mert még nem teljesen kész a bor. Rettentő, intenzív, erőteljes. A színe is, az illata is, a feltabadása is. És egy nagyon erőteljes, megyfurés, meggyes jelleg van benne, ami egy kicsit még párosul egy fahéjas, némi barikos érzettel, és pluszban még hozzájön egy olyan, amit csak a nagyboroknál, és ezt nagyon örülök neki, hogy ezt ebbe a borba tapasztalom, egy ilyen hűvös érzet, ami eukaliptuszra és mentára emlékeztet. Nem tudom, hogyha ha beleszimatolsz, mint hogyha egy ilyen fogkrém jellegbe szagolna bele. Nem tudom, hogy ez most tényleg úgy érzem, hogy belém beszéled. Nem, egy ilyen, vannak ezek a gyerek fogkrémek, amiben mindenben nagyon sokat adnak, az, hogy a gyerek tanuljon meg érezni, de ebben van egy ilyen kis finom, hűvös, tiszta, mentás, eukaliptuszos érzés. Igen, hát érzem. Meg azért benne van a kicsi erdőillat, egy pici olyan finom gombás jelleg. Nagyon szép, komplex bor, és ilyenkor az ember tényleg büszke arra, hogy akár Sopronban is találhat olyan termelőt, aki van annyira igényes, hogy ezt az illatot megtalálja, megkeresse, ilyen szőlőt ennyire visszametszve tudjon produkálni. Uh-huh. Úgyhogy itt maximálisan a gratuláció. Nagyon száraz. Jó poros, olyan szájösszehúzó. Hát ez az a bor, ami ételt kínál magam elé. Uh-huh. Tehát, hogy magában azért úgy ettől is szogatni. Ez egy olyan fél puhára párolt szarvascombot, amit aszalt meggyel és egy kis erdei gombával vörösborral visszapároltak, ugye barna szósszal. Tehát amiket ízeket érzel, azt... És akkor hozzá egy ilyen... Visszavetíted az ételre. Így van. Hozzá egy burgonyafánkot lehetne produkálni. És szerintem ez úgy ragyogó este lenne. Igen, rendes lenne. Másik fő borvidékünk is Eger, ahol szintén hagyománya van a bikavér készítésének, amely nem más, mint egy házasítás. Házasított vörösborok, melynek alapja a kékfrankos. Szekszárdi bikavérnek alapja a kékfrankoson kívül a kadarka, mint szőlőfajta. Gál Tibor, egy sajnos már nem élő legenda, fiatal, tehetséges, a világ legnagyobb bor országában bizonyított, legnagyobb birtokon, a világ legnagyobb pontszámát elérő bornak volt a gazdája, termelője, termesztője, és mellette itthon Magyarországon is Verőszalán egy nagyon szép pincében dolgozott. Iskolateremtő volt, az a generáció, aki magánvállalkozóként elkezdte azt a bizonyos egri bikavér mítoszt, ami valamikor volt, visszaállítani, volt nem visszaesés benne, de ő megpróbálta meghatározóan a jó bikavért elkészíteni. Ha itt tartunk, akkor a bikavér eredetéről is ismerhetjük Magyarországon a szekszárdi bikavér nevét, meg az egri bikavér nevét is. Mind a kettő házasítás, mind a két bikavérnek az eredetét több írásos dokumentum is őrzi. A szekszárdi bikavér volt előbb, amelynek fő fajtája egyébként a kadarka és a kékfrankos. Hogy milyen házasítási arányban, és ezt hogyan készítik, ez megint az adott borásznak és az adott pincének a saját titka. Az egri bikavér, szintén kékfrankos az alapja, és ott is az is egy házasítás. Tulajdonképpen
a bikavér az a dűlőkben termett szőlőknek a boraiból való házasítás, mert hogy el kellett adni minden bort. Egyébként nagyon régen még fehérbor is volt benne néhány százalék. Azért, mert Egernek néhány részen fehérbort is termesztettek. Meg hogy ne legyen olyan mély a színe, ne legyen erős a cserzőanyag tartalma. Tehát a 2005-ös évjáratra térjünk vissza a Gál Tiborra. Jó évjárat, viszonylag kevés csapadékkal, nagyon jó pincészet, tiszta technológia, egészséges, friss, fiatal hordókkal, olyan szőlőfajtákkal, amiből mondjuk viszonylag több itt ezen az oldalon a bordói, tehát a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, és mint magyar fajta a kékfrankos. Milyen a bikavér íz? Hát ezt nagyon nehéz megfogalmazni, mert azért az egri borvidék az egy viszonylag nagy borvidék, nagyon sok mikroklimatikai dűlővel, vegyes meteorológiai hatásokkal és nagyon sok szőlőfajtával. Az, hogy legyen jó bikavér, szerintem egy ilyen bort kell megkóstolnunk, és akkor tudnánk azt mondani, hogy na ez a bikavér, amit a világon mindenhol lehet értékesíteni és eladni. Nekem, mint szomeliéként egyébként borzasztó sok kétséges beszélgetésem van külföldi, főleg svéd-angol vendégekkel, mert azt mondják, hogy nálunk lehet kapni bikavért 3 fontért, vagy 4 euróért, de nem jó. Viszont amikor eljönnek hozzánk, és megkóstolják azokat a bikavéreket, amiket mi szomeliék vagy borászok választottunk ki, akkor azt mondják, hogy ez nagyon furcsa, nem érthető dolog, hogy ez miért nincs nálunk. Miért nem lehet kapni a kompon, miért nem lehet kapni a repülőn, miért nem lehet kapni Londonban, az éttermekben. Vagy azért, mert olyan válogatott borok, amiből itthon el tudjuk adni ezt az összes mennyiséget, vagy azért, mert a kinti kereskedők nem hajlandók annyit fizetni, amennyibe kerül, mert egy jó bor azért mindig többe kerül, mint egy olcsó, nagy termésű bor. Gál Tibor szelektált borait tudjuk kóstolni. Ez viszonylag, hát az európai mércében nem egy nagyon drága bor, de nagyon árértékarányú. Tudom, hogy nem szabad párhuzamot vonni, de mekkora különbséget érzel a Szexer és az egri bikavér között? Vagy össze szabad-e őket hasonlítani? Vagy mondjuk az egri az, amit tőzsdén? Nagyon-nagyon érdekes módon megismerhető a különbség. A szexárdiak több kadarkát használnak, ami egy fűszeres, viszont nem túl mélyszínű. Az egriek a kékfrankos irányába hajaznak, vagy inkább a bordói fajtát, tehát a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc felé mennek. Az egri keményebb, a szexárdi az, hát ha lehet azt mondani, hogy déliesebb, nőiesebb stílusokban. Miért csak ők használhatják a bikavér nevet? Tehát mitől van az, hogy a két borvidék használhatja, és mondjuk a balatoniak nem? Vagy ott nem is gyártanak egyáltalán bikavér? Nincsenek ilyen. Általában küvé néven működnek az egész országban a bornevek. A tradíció az egri és a szexárdi. Az, hogy miért nem is igazán levédett, tehát az egri bikavér, mint levédett név működik, tehát csak az egri borokból készült egri bikavér, és csak a szexárdi tájegységen készült borokból lehet szexárdi bikavér. Talán marketing szempontból jobb lesz, hogy... Nem higul el a bikavér neve, mondjuk. Igen. Közepesen mély bíbor szín, és ha megnézzük azt, amit az előbb meséltem, hogy ha egy disznek neveznénk a szélét, akkor itt már nem a fiatalság látszik, hanem egy picit olyan kávés színű jelleg. Igen.
Mint a kóla lenne benne pedig. Igen, hát a korosodásra utaló jel, idősödik a bor. Feltapadás azért ez határozottan karakteres, de nem túl lassú, de nem az a fantasztikus nagy lefolyás van benne. Tehát nem nagyon testes, ez azt jelenti? Hát közepesen testes, igen. Aha. Na most az illatát, hogyha meg kéne fogalmazni, akkor ez egy nagyon, nagyon őszies jellegű. Uh-huh. Mintha esne az eső, és elázik a zavar, és olyan kicsit mélabús jellegű maga az egész. Tehát kicsit olyan szivarfüstre is emlékeztet, dohányos. Ez egy hétköznapi bor, vagy inkább ételekhez? Ez egy, hát ezt inkább ételekhez párosítaná az ember, de ez a nem idősödő, hanem olyan szomorú hangulatot árasztó, de nagy bor. Inkább, hogyha gyümölcsökhöz lehetne a sőt, akkor lekvár, a aszalt szilvára emlékeztet, akkor a szilva lekvárra. Nagyon száraz. Jó, a savtartalma is eléggé erőteljes. Az úgynevezett álhőérzet, amit nem tudom, hogy kóstolás közben éreztem. Álhőérzet? Álhőérzet, mint hogyha meleg lenne a bor. Lenyeléskor egy kicsit olyan erőteljes melegség árasztja el a torkot. És közben mégsem a hőmérséklet? Nem a hőmérséklet, az alkoholnak a hatása. A hatása, igen. Tehát nem langyos, hanem szinte fölforrósítja az embernek a torkát. Ez hány fokon kéne illene? Hát ezt 17-18 fokon érdemes jó felszolgálni, azért, mert a benne levő cserzőanyag nem olyan iszonyatos magas, tehát nem az a fekete bor, amit majd szerintem fogunk még kóstolni. De van benne sav, ami egy kicsit szereti a hűtést, az alkohol szintén szereti a hűtést, és az olyan 16 fok, 16-17 fok. Nagy borászaink között, amely ismert és célszerű megemlítenünk a Takler pincészetet, amely nagyon tudatosan a dűlő, szelektált szőlőtermesztés megvalósítója. Három Takler együttesen mind a szőlőtermesztést, a borászati technológiát és a marketing tevékenységet összefogva végzi ezt a gyönyörű feladatot. Szekszári borvidékre vagyok egy picit kíváncsi, mit tudsz nekem erről mesélni, meg konkrétan a Takler pincészetről. Szekszár maga tulajdonképpen a dél-magyarországi borvidékhez tartozik, a Dunához is picit tartozik, akkor a dél-magyarországi dombságokhoz, talán még azt lehet mondani, hogy a Sárköznek is elég sok köze van hozzá. Dimbes, dombos, eléggé szétterülő nagy borvidék. Pontosan ez a szerencséje, és ez a picit a baja is Szekszárnak, hogy különböző völgyekben, kis hegyecskékben, dombocskákban találja meg azokat a szőlővidéket, a bortermő, illetve szőlőtermő vidékeket, ahol fantasztikus, szép borokat lehet készíteni. Szekszárd fehér borairól is elhíresül, de azért igazából a vörösborai voltak mindig, amik meglettek énekelve. Itt akár Schubertről, Lisztről, és nagyon sok költő és művészember, aki
aki szerette a kellemes éghajlatot, az megtalálta ezt a vidéket. A leghíresebb dűlői, amik úgy nagyon híresek, a Bakta dűlő, a Leányvár, ezek mind-mind olyan kisebb, dimbes, dombos területek, aminek az alap altalaja azok ilyen meszes, agyagos, löszös talaj. Nem túl magas hegyek, viszont nagyon szép fekvésűek, és hát a Dél-Magyarországnak azért azt a napsütéses órák számát azt megkapja. Úgyhogy Takler Ferenc úr, mint év bortermelője, minden olyan szőlőfajtával foglalkozik, ami kékszőlő, tehát Cabernet-vel, kékfrankossal, Merlóval, kadarkával is, de én most nagyon szívesen bemutatnék Szekszárdra jellemző bort, ami szerintem Magyarországon mint szőlőfajta a legszebb, ez a Merlot szőlőfajta, és Takler Ferenc tolmácsolásában azt hiszem, hogy nem hibázunk nagyon nagyot, hogy őt mutatjuk be, tehát őt mindig érdemes lesz választani, érdemes hívni, érdemes hozzá elmenni vendégségben, nagyon szép pincéje van, fantasztikus jó hordókkal, szinte templomszerűen szépen megépített pincével, és a két fia által hozzáértően bemutatva a pincét nagyon jól tudnak működni, és olyan aranyosan kedves sváb emberek tulajdonképpen, akikkel érdemes találkozni és érdemes megnézni a pincét. Színe itt is. Egyébként a Merlot az egy, mint szőlőfajta, Bordeauxból származik, viszont egy kismadárnak a nevét örökölte, ami a fekete rigóhoz hasonlít, talán a fekete rigó is, aminek a napfényben ilyen lilás árnyalatú a tollának a színezete, és erről nevezték el magát a szőlőt, és ha tényleg megnézzük, olyan lilás árnyalatú maga a szőlő is, a szélein is ilyen violás, ibolyás reflexek csapódnak, hogyha megforgatjuk a pohár falán, azért itt viszonylag nagyobb könnyek, lassabb lefolyás, nagy test és nagy alkohol fog érkezni belőle. Hát, bele illatolunk. Hát egy nagyon érdekes, most bár szakmai műsort készítünk, de ilyen teljes tejszínes illatok vannak, mint hogyha egy meggyes joghurtot, vagy ilyen finom befőttet kóstolnánk, amit össze, tejben is illat. Ennek ugye megvan a saját tulajdonsága, ezt tudjuk, ez miért van. Azért van, mert a nagyboroknál, hogy lebontsák a savat, egy tejsavas erjedést indítanak el benne. Egy úgymond almasabb bontást, egy malolaktikus erjesztést, és ennek van ez a nagyon kellemes, teljes illata a borban. Utána aztán sziporkázon meggyes cukorka, furé, ilyen málnás jellegű friss lekvár, ilyen szószok illata tobzódik benne. Nagyon erőteljesen és hosszan. És aztán, ha megkóstoljuk, akkor majd... Nagyon száraz. De kicsit erősebb volt talán, nem? Erőteljes. Tehát az egész, a nagy testű bor, ez egy olyan erőteljes, nagy birkózó ez a bor. Aztán az alkohol is eléggé magas benne. Ez a, úgy tehát mondtál, hamar be lehetne rúgni. Igen. És nagyon hosszan tartó íz. Ezt úgy hívják, ezt a hosszúsági érzetet, hogy a kódali érték. Ez a kódali professzor a Montpellier Egyetemen tanított, és
Nagyon egyszerűen azt mondta, hogy annyi pontszámot kap, ahány másodpercig érezni az ízt. Most ha ezt a bort megérzed, ez ilyen 1-től 15-ig lehet érezni. Hogyha elszámolsz, akkor egy olyan 10-es értéket kap, ez egy nagyon magas értékű bor. Most itt aztán lehet nagyon nagy ételeket produkálni, itt erdei gombákat, libamájat, szarvast, őzet, szóval mindenféle olyan nagy testű ételt, amit hozzá redukcióval visszafogott barnamártásos ételeket, nagyon sok fűszerrel, mindenféle erdei fűszerrel ezt lehet együtt produkálni. Egészségünkre. Egészségünkre.